videó egyik támogatója a Naturvas West End, ahol 20% kedvezményt kaptok, ha ránk hivatkoztok és fel vagytok iratkozva a csatornára. Sziasztok! Ez a mai áldozat. Ez egy 120D, és most meg fogjuk nézni, hogy mik a bajai. Na, megemelem, jó? Fent van a műtőasztalon. Először felírom az adatait, aztán nekiállunk a motortérnél. És akkor szépen fentről haladunk lefele. Ajánlott beavatkozás kérdésre igent vagy nemet írjak előzetesen? Szerintem beírhatom az igent. Én kipipálom. Ha már átvizsgálásról van szó, akkor természetesen nem maradhatott el a kárvertikál se a lekérdezéssel, mint első lépés, úgyhogy mutatnám is, hogy mit hozott az eredmény ennél az autónál. Ugye BMW 1-ről van szó, és elméletileg balesetet ír, észre tevékenységeknél szerepel is rögtön a baleset 2011-nél, illetve még 2013-nál is lopott nem volt a gép, kilométeróra állásról nem tudunk semmit igazából, ellenben a sérülés az talán még fontosabb is, mert ugye nem kilométert, hanem állapotot veszünk, és itt van, hogy 3-5000 eurós sérülése volt az autónak, illetve 0-500 eurós sérülése. Figyelembe véve, hogy egy BMW-ről van szó, aminél köztudottan drágák igazából az alkatrészek, ez a 3-5000 euró, ez még aránylag szerintem elfogadható, ez az 500 eurós maximum, ez pedig tényleg egy elenyésző, van még kis apróság, hogy ezeket márka szervizbe javították, akkor teljesen rendben van. Felszereltségről, hát ennyit tudunk csak, igazából ennyi, még pár tipp. Úgyhogy a videó további részében megnézzük, milyen problémák lelhetőek fel az autón, és mit mond a szakértő úr. És hadd említsem még meg azt, hogy természetesen, hogyha leszeretnétek kérdezni egy autót, akkor a leírásban található linken keresztül már nem 15, hanem 20% kedvezményt kaptok minden egyes lekérdezéshez, úgyhogy használjátok ki, amíg van ez a lehetőség. Szóval nyitani, hogy lecsukja a szemeit. No, most ezt itt el fogom távolítani, és akkor sokkal több mindent lehet majd megnézni, meg ezt a műanyag motorburkolatot is leszedem. Könnyítették a dolgomat, mert az egyik csavarja ilyen. Legelső lépés, hogy megnézzük a folyadékszinteket, mint például a motorolaj, a hűtőfolyadékszint, a fék folyadéknak a minősége, mert van teszterünk, meg a szervó folyadékszint. Úgyhogy ezekkel kezdünk. Már nézted? Nem. Uha! Biztos vagyok benne, hogy nem lesz max szinten, mert azért látok elég sok folyadékszivárgást. Várj. Oké. Amúgy ezt kipipálom, hogy jó, mert amúgy jó, mert minimum és max között van pont fél úton, úgyhogy megfelelő. Szerinted piros lesz, vagy belevaló? Biztos, hogy piros. Nem, egyikünk se nyert. Na, milyen? A rózsaszín. De azt mondhatjuk pirosnak. Egy ilyen kaleidoszkópom. Mintát kell vételezni. Rá kell locsálni. És meg kell kukkolni. És -19 fokos. Mondjuk azt, hogy jó. Mondjuk én ilyen -30 körülre szoktam belőni, mert amúgy nem csak az a lényeg, hogy alacsonyan legyen a fagyáspontja, hanem az is lényeges, hogy megfelelő kenést adjon a vízpumpának. Yeah.
Szerinted jó lesz? Cseréért, vizes, alacsony forráspontú valami. Olyan nagyon szarul nem néz ki, úgyhogy nézzük. Ja, 1%. Na, de nem piros. Ja. Kettőig oké, okay, de amúgy, hogyha amikor időszerűen cserélik két évente, akkor nem éri el az 1%-ot. Szóval biztos, hogy több mint két éve nem volt cserélve. A levél fogó. Mindegyik tömbbe van. Célszerű kiporszívózni. Ha nagyon eldugul, akkor hajlamos beázni bizonyos helyeken. Szint az jó. Minőség az megkérdőjelezhető. Ez ennek pirosnak kell. Igen, mert ebbe ATF olaj való. Egy picit egyébként nehezebb is a szervó, mint arra én gondolnék. Aha. Hát elképzelhető, de biztos, hogy nem maga a szervó folyadék miatt, hanem inkább a pumpa miatt szokott nehezebb lenni a szervó. Hát ugye azért néz ki szarul a folyadék, mert már elég sok kopadék van benne. Ez nem megfelelő számomra. Motor tömítettség. Úgy gondolom, hogy itt már élből elbukott a történet. Úgyhogy ez nem felel meg. Ez itt a vákumpumpa. És ezzel az a helyzet, hogy ezeknél mindegyiknél szokott folyatni. Hogyha még nem volt cserélve. És van magának a vákumpumpának egy tömítése, ami a hengerfejhez képest tömíti a pumpát, meg van a pumpa házának egy tömítése, külön. Itt láthatod, hogy szétcsavarozható. Na, és az a gáz, hogy nekem legjobb tudomásom szerint nem kapni a házához tömítést, már pedig ott mindig folyat. Szóval nem vagy vele előbbre, hogyha kicseréled a másik ógyűrűt, ami a motorhoz képest tömíti le, mert ugyanúgy folyatni fog maga a pumpának a háza. Na most én utoljára egy vagy két éve csináltam ilyet, mert azért elég drága ez a pumpa, és nem sok ember akarja kicserélni. Lehet azóta csinálnak a házához tömítést, de én akkor még nem találtam. Úgyhogy majd ezt meg kell nézni. Szakszerű javítás az az lenne, hogy vagy ki van a háztömítés cserélve, vagy maga a pumpa, amit reálisabbnak látok. Nézzük, mi van itt még. Cooler csőnél látok némi olajszivárgást. Most ez azért van, mert a turbó hordja az olajat. Nyilván, hogyha nem új a turbó, akkor azért jellemző, hogy hordja az olajat, az nem azt jelenti, hogy szar a turbó, de azért nem olyannak kéne lennie gyárilag. Maga a turbó ilyen esetben egyébként attól még működhet jól, és egyébként a cooler csőnek a tömítése a legalapvetőbb probléma, hogy azt ki kell cserélni, mert el van öregedve, ezért is jut ki az olajot. És nyilván mennyi kilométer van benn? Mármint az órában. Az órában 184 ezer. Na, hát ott én már aktuálisnak látok egy turbófelújítást, vagy egy turbócserét. Hogy 200 körül turbót felújítani, vagy cserélni? Hát nem mondanám. Ezek azért el szoktak menni elég sokat, ilyen 300 ezer környékét. De nyilván akkor már okádja órán száján az olajat. Most igazából a tulajnak a pénztárcájától függ, meg az igényességétől. Szóval még lehet használni, ez nem durva egyébként. De nyilván az lenne a legtisztebb, hogyha le lenne szedve az intercooler, aztán megnézni, hogy mennyi olaj van benne. Eldöntöd és kifogjuk. Meg nyilván használni kell, aztán nézegetni, hogy mennyire fogy belőle az olaj.
De nyilván előtte azért a folyadék szivárgásokat célszerű rendbe rakni, mert úgy fals információt kapunk a turbóolaj fogyasztásával kapcsolatban. Na meg célszerű a kartergáz szelepet és szűrőt, itt a motor tetején található, szelepfedélre csavarozva. Azt is, hát mi azt szoktuk javasolni, hogy 2 olajcserénként legyen kicserélve, mert azért az is tud gondokat okozni. Ott, hogyha betekintünk, az a célterület. Szóval, ott olaj van. Most az olaj, az nem a szelepfedél tömítéstől kerül oda, mert itt fölötte teljesen tiszta. Az a szívósorból kifolyó olaj, amit valószínűleg a turbó hord oda. Most ezt a kifele szivárgást, ezt meg lehet szüntetni, attól függ, hogy honnét szivárok ki a szívósorból. Vagy magánál a szívósor tömítésnél szokott, vagy a lapátsornál, hogyha ki van kopva. Vagy, ha le van dugózva a lapátsor, akkor ott a dugózószett, hogyha elöregszik a zógyűrűje, akkor szintén el szokott kezdeni megint folyatni. Most ezek az opciók. A hiba megállapításához, pontos megállapításához szét kéne szedni. Aztán, ahogy nézem, itt föntről más folyadékszivárgásnak nincsen nyoma. Most ugye az a baj, tiszta olajot minden a szívósor alatt, még az olajszűrőház tömítésnél elő szokott fordulni, hogy szivárog az olaj, de ezt így most nem lehet megállapítani, mert egy olajot minden fölötte is azon keresztül folyik le, persze, hogy olajos. Eddig egész jónak ígérkezik, mert ennél sokkal több hiba szokott lenni. Például mi nem, inkább én így fogalmazom. Jó, mondjuk még csak az olaj, még csak a szivárgás. A szelepfedél tömítés, ez 10-ből 9 név okádja az olajat. A felső része az látszik, mármint ez az első felső része, meg itt az oldalsó része, még egy kritikus pont szokott lenni a szelepfedélnek a hátsó fele. Azt mondom, hogy talán ott szokott legelőször elkezdeni folyatni, de azt meg kell nézni majd alulról. Aztán van nekünk egy ilyen csodálatos ledugózott EGR hüttőnk. Egyébként az fúj nyitva van, vágod. Hát az a fele igen, de ugye itt van ledugóz, sőt nem. Konkrétan... Úristen! Pontosítok! Az EGR hüttő itt van, gyári állapotában, viszont a leömlőnél, ahová rácsavaroznád az EGR hüttőt, az le van hegesztve. Csodálatos quality hegesztéssel. Szép dísz, EGR hűtős. Ez plusz súly, ki kell szedni belőle. Nem, amúgy nem tudod, mert bele van kötve a vízkörbe. Mondjuk ezt is leszokták néha dugózni. Rákötnek egy ilyen pici csövet egy dugóval, de nem javaslom egyébként. Következő napi rendi pont az a szíjak állapotának és a szíjtárcsának az állapotának az ellenőrzése. És ez a szíjtárcsa teljesen új, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Tök jól néz ki. Illetve a hozbordás szíj is teljesen új, és nem is rossz márka. Egyébként fordítva van felrakva. Kajak. Tehát ennek a szakszerű felszerelése az lenne, hogyha felirat az a szerelő egyén fele néz, mert elvileg úgy fut megfelelően. Egyébként így is működik. Jó, és olyan lehet, hogy beindításnál legelején nyekkel egyet valamelyik szíj. Az általában a szívfeszítőnek a szar állapota miatt szokott nyikkanni. De nyilván ez is egy olyan dolog, hogy szét kéne szedni, és akkor lehet megállapítani a pontos hibát. De amúgy én 99%-ra mondom neked, hogy az a szívfeszítő miatt lesz. És van egy klímaszíj külön, egy jó kis elasztikus szíj feszítő nélkül, ezt úgy kell feltekerni rá, hogy közben forgatod a motort. És ez elég kopottnak néz ki, sőt nem csak annak néz ki, hanem az is, úgyhogy azt is felírom. Ha tipikus típus betegségről akarsz hallani, akkor van itt ez az Y vízcső, ami műanyagból van,
nem pedig gumiból. És ez itt a kettő közt szokott elrepedni, és akkor szépen csöpök kifele a fagyálló. És ahogy nézem, ezen még gyári, úgyhogy erre lehet számítani, hogy előbb-utóbb meg fogja adni magát. Klímahűtőd, az jól néz ki. Az intercooler szintén jól néz ki, és nem fúj ki sehol se. És a vízhűtőd is teljesen tökéletes. Jó hírek! Van egy olyan menüpont, igen, hogy csatlakozók és kábelek állapota. Na! Na most erre mit pipáljak be, mit mondasz? Én nem tudom. Nem tudom, ezek a gyorskötözők is olyan érdekesek. Végül is amúgy legalább össze van kötegelve. Le van zsugorcsövezve, ahol kell, nem kallódnak mindenhol kósza vezetékek. Úgyhogy az jó. Megnézzük a fékeket. Tárcsa teljesen új, meg a betét is. Úgyhogy ez nem kérdéses. Ráz? Nem ráz? Egy picit. Picit ráz. Picit, igen. Valószínű azért, mert után gyártott. De úgy maga műszakilag megfelelő a fék. Tehát kicsit meg van égve. Most ez lehet azért, mert körülbelül 3 mm vastagon le van fújva valami sprayvel, és nem tud megfelelően mozogni az úszónyereg. Vagy lehet azért, mert nem megfelelő a féknek a minősége, vagy lehet azért, mert nem takarították meg rendesen. Bármi lehetséges. Egyébként elkopva nincsen. A tárcsa az teljesen jó állapotban van kopás szempontjából, a fékbetét meg fele élettartamánál van. Ezek vicces dolgok. Ezt ugye nem így kéne csinálni. Na mindegy. Meg kell gyűrkészni, mert sokszor akkor jön elő rajta a repedés. Itt látszik is, nézd. Na, szóval ez nem megfelelő. És ez is hasonló állapotban van. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem jó. Nézd. Szóval ez sem megfelelő. Meg ha tippelnem kéne, akkor... Ez se. Jó, hát ennél láttam már sokkal szarabbat is. De hát ugye ezekkel nem éri meg szórakozni. Fékcsövek, 4-ből 0. A fém fékcsövek egyébként tök jó állapotban vannak, de hát ezen a szérián ez már nem probléma. Ez inkább az N46-ok, amiket meg előtte, amiken szét szokott rohadni teljesen. Itt is, ha megnézed, még a gyári bevonat is rajta van. Körbenézzük a lengéscsillapítókat, hogy nem folyat-e a száránál, illetve hogy a porvédők megfelelőek-e. Hát ezen elég érdekes felállás, de szerintem csak le van pattanva róla. Egy ilyen perembe ül bele. Oda. Így. Most ráugrott. Látod? Jó, hogy ez így lenne. Igen. Túloldalon ugyanez a helyzet. Amúgy szét van egy kicsit szakadva, vagyis hát el van repedve, inkább így fogalmaznék, de a funkcióját betölti egyelőre. Egyébként ilyen korú autókkal amúgy is érdemes már lengéscsillapítót cserélni, mert sokkal gyengébbek, mint a gyári, de amúgy, hogyha műszakin bemérik rendes tesztpadon, akkor tudod meg a pontos állapotát. Hát ez a hátsó porvédő olyan, amilyen, de egybe van, szóval szintén jó, és ez is jó. Szivárgás egyiknél sincsen, úgyhogy
Ez így megfelelő. Itt lóg valami. És itt is csak egy kicsit kevésbé, és a nyakamat tenném rá, hogy a felső lengőkar lesz, ami középen van. Nem tudom, mennyire hallani egyébként. Gyere, Dave, mozgass meg nekem, létszi. Ja, ez az. Ez a gömbfej szokott tönkre menni. Ez itt. Hát ez nem látszik, de kézzel érezni. Kicsit én is érzem. Érzel bármiféle különleges dolgot? Kormányban kívül. Jó, elég lesz. Kösz. Hát semmi extra. Kormányműnek a fogasléce az érezhető, hogy mozgatod a kereket, hogy így ide-oda billeg. Igen, mindegyik 100 000 kilométer fölött mindegyikbe csattog a fogasléc, ezzel nem lehet mit csinálni. Ha csak azt nem, hogy kicseréled, de amúgy műszaki szempontból nem nevezném rossznak. Csak van egy lógása neki. Szép motorolajat. Dízelvér. Dízelvér. Még ehhez nem vagy hozzászokva, de majd hozzászoksz. Ezt nem csak tudtad, de az üres, hanem üres, mert ott látom a kis ablakot, amit kivágtak. És visszahegeztettek ott a belső felén. Az ki van pucolva teljesen, abból nem csak a DPF van kiszedve, hanem a katalizátor is. Szaga alapján. A hardi tárcsa az teljesen rendben van. Még egy hajszálrepedés sincs rajta. Hát a hátsó az már eléggé szarul néz ki. Látod a szakadásokat rajta. Egyébként a gyári előírás az, hogy akkor kell cserélni, amikor már lógnak ki belőle a szövet szálak. Viszont én amúgy, hogyha az enyém lenne, én kicserélni. Differenciálműnek nincsen semmi lógása. A féltengelyeknek annál inkább. Figyelj, ahogy mozgatom a kardánt, meg a diffi behajtását, láthatod, hogy mozog a diffinek a kihajtása, viszont a kerék az nem mozdul meg. És hogyha megnézed, itt ekkora holtjátéka van neki. Ez a belső csuklónak a lógása. A külsőt azt nehéz demonstrálni. Ez meg ekkora. Tehát ha megnézed, a tengely az egy helybe áll, a kerék az megmozdul. Nem vészes, nem új. És az szokott lenni még itt a problematika, hogy az ABS gyűrűt fölnyomja a rozsda, vagy kívülről korrodál meg, és beleér az ABS jeladóba, és villogtatja az ABS lámpát. De ahogy nézem, ez még nem ér bele sehol. Látod, nincsen rajta semmiféle húzás, meg friss kopás nyom. Ez nem ér bele még az ABS jeladóba. A differenciálmű szilent az el van repedve fölül. A lényeg, hogy ketté van repedve. Állapotának megfelelő. Ez valami gyári racsedob. Nézd! Performance dob! Gyári performance! Az igen. Akkor már megértem. Itt hiányzik egy-két csavar. Terött a burkolat. Ez
ez skill. Uh-huh. Elakartam mondani, hogy ez. Ez az állófűtésnek a kipufogója. Van benne pici katalizátor. Állófűtésben több katalizátor van, mint a kocsiban. Ez kemény. Na, hát itt alulról láthatod, amiről beszéltem, hogy a kúlercsőnél szivárog az olaj, és ahogy nézem, nincs is beakadva rendesen. Ez is újnak néz ki a felirat alapján, de olyan szarkopott bordái vannak, amelyennek kéne lenni. Na, hát itt van a nagy olajszivárgás. Nézd! Ez itt mind a szívórendszeren keresztül folyik ki. Az igen. Full föntről a turbó miatt. Aha. Viszont a kettős tömegű lentkerék, ez tényleg újnak néz ki benne, úgyhogy... Azt hazudták, hogy kuplunk meg kettős tömegű lentkerével. Azt nem tudjuk milyen márka, de az biztos, hogy új van benne. Ezt látom, ezt nem látom. Valamint, hogy ka... Az a... Ez. Sikon keresztül nem látszik. Aztán... Itt, ha fölnézünk, a kúlercsőnek a másik felén is láthatjuk, hogy nyomja az olajat. Ugye az összes tömítés célszerű lenne kicserélni, mert a kúlercsövekkel kapcsolatos. Meg a turbóval, szelepfedéltől semmi olajszivárgás nincsen. Ott felül, ha fölnézel, atomszáraz. Úgy látom, amikor rakták vissza a váltót, itt vitt mindent. Azt itt, ha nem haragszol, én itt megpróbálom eltávolítani. Nem ám valami egér túl otthonosnak találja, aztán beköltözik. Hát meg ugye, ezt nem lehet 1000%-ra megmondani, de minthogyha a karter tömítésnél szivárogna az olaj, de nyilván föntről rengeteg folyik ide le, és akár körbe is tud folyni, mivel hogy erre dől a motor. Úgyhogy ezt nem lehet 100%-ra megmondani. Egy biztos, hogy a legnagyobb olajszivárgást ezt a turbó okozza. Flexibilis csöved. Tök jó állapotban van, meg se lehet mozdítani. Szétszakadva nem fúj ki. Annyi van, hogy van ez a bilincs, ez gyárilag rá van pont hegesztve amúgy magára a csőre, tehát nem leszedhető maga a bilincs. És azt már leszedték, és kicserélték egy utólagos gyári bilincsre, mert lehet hozzá kapni. Viszont itt van egy kis dimics a kipufogó csövön, vagy túlságosan felhúzták a bilincset, mert amúgy meg van vágva a vége, hogy rá tud húzni. Jaj, ez lehet, hogy gyári vágás? Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy szerintem ezt a bilincset egy kicsit hátrább kell húzni, és akkor itt nem lesz egy ilyen kifújás. Nem, mint hogyha bármit jelentene az üres kipufogó rendszerre, de... Van rajta két dob. Ja. Frissen centírozott kerék. Ez itt a legújabb centírozás technika, ez a duál centírozás. Itt neki egészítették a sort, ahogy romlott a fehnének az állapota. Na, ennyi. Én megnézem, hogy... Aha, hát azért ez üt. Az üt, azt érzem is egyébként, akkor le... Igen. Ez nem centírozni kéne, hanem görgöztetni. Aha, az. De amilyen csúnya egyébként, ennyire nem érződik. Ez is üt. Az is.
Csodálom, hogy nem eztett le még a semmi. Annyira azért nem katasztrofális a helyzet. Talán ezt mondanám a legjobbnak. Visszahúztam a helyére. Adani. Mit intéztem neked? Itt. Na, a műszaki részével nagyjából végeztünk. Már csak annyi maradt, hogy meg kell diagnosztizálni, meg a világításokat ellenőrizni, hogy minden működik-e rendesen, meg a ablaktörlő, ablakmosó rendszereket. Azt ki van fogyva. Azt tudom, hogy ki van fogyva. Na, majd locsolunk bele valamit. Prémium ügyfeleknek prémium mosófolyadék. Kérlek, foglalj helyet a gépjárműben. Helyzetjelzőre. Index. Ez is jó. Tompított. Kell hozzá gyújtás. Ez jó. Refi. Ez is jó. Köd. Ez is jó. Fölé menet fény. Oké. Féklámpa. Jó. Tolató. Jó. Ködlámpa. Jó. És a rendszámvilágítás is jó. Jól töröl a lapát, nem csikoz? Jó, a mosó működik. Most a lámpamosót azt bejelölném, de... Na most a hátsót. Nem is nyomja rendesen? Tarts nyomva. Aha. Ez fasza. Akkor kapcsolt ki. Leveheted a gyújtást. Nem jön belőle semmi. El van dugulva. Látod, nyomás alatt van, és folyamatosan ott kiköpi. Tudod, mi a probléma? Elmondom, mert amúgy már ezret megcsináltam ilyenből. Mert ez típusbetegség. Az a helyzet, hogy a hátsó ablakmosó rendszerennél nem úgy van megoldva, hogy felülről sprickolja lefele egy értelmes megoldással, hanem itt az ablak törlő szerkezet tengelyén keresztül van vezetve az ablakmosó rendszer. És az a probléma, tehát az ablakmosó csövet azt magára a ablaktörlő szerkezetre dugod rá. És ott belül összerohad és eltömíti magát a spritznit. Ezt szét szoktam szedni, aztán 6 bárral megnyomni. És akkor ki szokott dugulni. De és az normális, hogy ez ennek így kéne működni, hogyha előre tolom, akkor csak egy kicsit nyom? Hát most fejből erre nem emlékszem. De szerintem nem. Ez totál bele van rohadva. Mert ezt a műanyag fúvókát, ezt ki lehetne húzni belőle. Ez csak bele van tolva. De meg se tudom mozdítani. Meg kell próbálni majd egyszer szétszedni. Aztán... Ha nem sikerül, akkor ki kell cserélni az ablaktörlőszer motort. Azt hiszem, a motort elég. Rátettük a diagnosztikát egy általános hibakódolvasásra, és tök jó a helyzet, mert semmi lényegi hibája nincsen az autónak. Aktív hibának az állófittést írja be, de hát jó, mondjuk ezt nem is aktívra írja, de azt mondtad, hogy nem működik rendesen, vagy volt vele valami? Igazából nem tudom kezelni még, úgyhogy nem tudom. Jó. Egyelőre hisztoriba van benne, úgyhogy meg kell nézni majd, hogy működik-e. Bal első tükör felfordulásra ír hibát, de hát ugye
Igen, a hátsó lámpaszintezőt írja be hibára, az aktív hiba, az antennáját a rádiónak, meg a kiegészítő vízpumpát, és ennyi. Ennyi az összhiba. Ez hibátlannak számít ezek között. A motorvezérlőben egy hiba sincsen. ABS-be sincs. Most ezeket írja be aktívra. Eltűntek a historik. Az FRM. Hát az elég sok minden. Ért felelős. Így. Kész is. Most, hogy így befejeztük, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, csak jó állapotnak örvend az átlaghoz képest ez az autó. Összefoglalva a hibáit, egy fagyállócsöre nem ártana neki, szervófolyadékcsöre se ártana neki, motortömítettségnél, amik voltak, az a vákumpumpa, hogy folyad, a turbó hordja az olajat, és a kartertömítés kérdőjellel. A klímaszíj érdekes módon kopott, pedig újnak néz ki, és a motortérről ennyit. Az első és a hátsó fékcsövek állapota nem megfelelő, két hátsó felső lengőkar nem megfelelő. A kormánymű az lóg, de én azt mondom, hogy megfelelő, föl van írva, hogy lóg, mert lóg. De műszakén se szólnak érte. És a hátsó differenciál műszilenc szét van szakadva. 4-ből 3 felni üt. Az első ablaktörlő lapátok nem megfelelőek. Hátsó ablakmosórendszer el van dugulva. Ez egy kis beavatkozást igényel. Ami elektronikai hiba, az a kiegészítő vízpumpa, a hátsó szenonszintező és a rádióantenna. Ezek azok, amikkel érdemes foglalkozni. Úgyhogy összességében nincs sok hibája, ezt a lapot, ezt fúra szoktam írni. Annyira? Igen. Úgyhogy jó ételt csináltál. Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!